I think it's a very important conference. In our time, in our modern times, it's very important to implement education for science and technology in children already at a very early stage, at high school, which is clearly is one of the most important missions of this meeting. Nagyon elégedett voltam amiatt, mert ők nagyon érdeklődők. Ugye pont az a célunk, hogy a természettudományok iránt felkeltsük az érdeklődést, illetve kíváncsivá tegyük őket, és azzal a gyakorlattal, amit mi ott csináltunk, úgy látom, hogy mind a három csoportban ez sikerült, és nagyon elégedettek voltak. Nagyon pozitív élmény volt, hogy a diákoktól is pozitív visszajelzést kaptam. Úgy éreztem, hogy ők is élvezték, ők is profitáltak ebből, annak ellenére mindenrészt ugye 9 és 10-es korosztályú hallgatók jöttek erre a gyakorlatra. Szeged Rally alatt megmutatták nekünk Szeged látványosságait, közülük nekem legjobban a Dóm tér tetszett, fölmehettünk a Dóm toronyba, és onnan pedig beláthattuk az egész várost. Nagyon élvezem mindig ezt a pár napot. Igazából nekem is ilyen különleges, mert én is egy ugyanilyen konferencián ismerkedtem meg ezzel a programmal. Én is így gimnazistaként jöttem, mint diák, és én is ugyanúgy beültem ugyanebbe a kongresszusi terembe, és hallgattam az előadásokat. És igazából így történt az, hogy benne is maradtam a programban, és hát aztán jelentkezés után most nagyon örülök, hogy továbbá is része lehetek. Erőt merítek mindig abból, ahogy nagy lelkesen ők mondják a bölcs gondolatokat, meg hát a szakmájukat. És a gyerekeknek is nagyon vonzó az, hogy húsvér emberként ismerik meg őket itt. Nagy élmény volt, hogy élőben találkozhatok Nobel-díjasokkal, mert általában az ember inkább interneten keresztül online hall tőlük előadásokat. If they choose to develop career in science, they will have the view of the entire distance between the patient bed and the route to try and cure and help and develop drugs like we do. Nationwide, you have this activity to stimulate students at the right age, when usually there is a danger that they lose their interest in science, lose their curiosity, you know, to keep this alive. By the possibilities to do experiments, to do hand-on studies. Idén engem ért a megtiszteltetés, az évdiák a 2022 címet átvehettem. Nobel-díjas sokat is tartalmazó közönség előtt és a teljes ülés előtt angol nyelven megtarthattam egy olyan előadást, amivel lényegében a saját kutatási területemről számoltam be. Én úgy látom, hogy nagyon jól érzik magukat, és minden pillanatát élvezik. Volt, akinek nagyon tetszett ez a rekordkísérlet, amikor gélelektroforézést végeztünk. Volt, akinek a Nobel-díjas előadások közt volt egy pár olyan mondat, ami úgy látom, hogy lökést adott az életüknek. Nagyon élveztem, és nagyon jó volt látni azt, hogy ennyi ember, akinek ugyanaz az érdeklődési köre van, mint nekem, egy adott egységet alkot, és ezt nagyon jó volt látni. 104 munkaasztalnál mintegy 330 tanuló végzett kísérletet, ugyanazt a gyakorlatot. Egy tantörténetre, a Covid-dal kapcsolatos tantörténetre egy genetikai vizsgálatot végeztek. Nagyon-nagyon jó hangulat volt, nagyon jó fejek voltak a szervezők is, meg mindig kaptunk utasítást, hogy mit hogyan kell csinálnunk, úgyhogy szerintem így nem volt nehéz dolgunk. An important point of this conference is to get close to the students and not show off science. Basic property which is necessary to be successful is to really have a curious mind, to
not to stop thinking about a certain problem once you have recognized it as being interesting, you know. So, and to enjoy learning things and finding out new things. To be in front of an audience of 500 young, talented people, that was really a special feeling. And it fueled my positive energy, and it's a reason why I became a scientist. Not only to be amongst so many established scientists, but also to feel the energy of the next generation, and hopefully the next Nobel laureate was in the audience today. A kollégium felújítása elkészült, ahova most már szeptembertől a szegedi diákok beköltözhetnek, és ezt Bert Szakmarról neveztük el, aki az alapítványunk programjának a képzési igazgatója, és az elmúlt 10 évben számtalan alkalommal jár Szegeden, és segítette a program fejlődését és a diákok munkáját. You have to be curious, you know? You have to be curious to find out something that is you're interested. You have to join a lab that gives you the means, and this is what we have here in Sziget. So they have a home, but they also have lab experience. The joy, right? It was very telling. The singing of the ladies was very emotional. You know, I could feel really their passion, and it was a highlight for the visit for me. Maga az a lehetőség, hogy a fiatalok látják, hogy érdemes dolgozni, érdemes magas minőségű tudománnyal foglalkozni, és ezért azon felül, hogy az ember cikkeket ír, van egyfajta tudományos elismerés a szakma részéről, ez mindenképpen nagyon megtisztelő. They have that little flame burning. They see how rewarding it can be to be a scientist. And you need that, because science is challenging, right? And you need those positive energy to overcome the challenges that we all have in the lab. A konferencia rendkívül speciális volt, hiszen egyrészt most rendeztük meg az elmúlt 10 évben a 18. Nobel-díjasok tehetséges diákok találkozóját, ami azért egy komoly élmény, és 11 Nobel-díjas járt az elmúlt 10 évben Szegeden. Tehát ez a 10 év, mint egy ünnep, egy anniversary, egy évforduló, mindenféleképpen mérföldkő volt. A kerekasztal beszélgetés során lehetőségünk volt a szentgyörgyi hallgatókkal beszélgetnünk, és meghallgatni, hogy milyen itt tanulni Szegeden, és hogy ők hogyan élték meg ezt az egészet, illetve meg tudtuk beszélni, hogy a különböző előadásokon mik történtek, és az itt szegedi itt létről, ugye a kollégiumról is szó esett. Én azt gondolom, hogy a programnak az egyik erőssége is az, hogy meg tudta szólítani ezeket a Nobel-díjasokat. Látja a fiatal, hogy a Nobel-díjas valamiért eljött ide. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly minta. Egyrészt, hogy érdemes tudománnyal foglalkozni, másrészt, hogy azok a fajta kutatások, amiket itt végzünk, ezáltal mindenképpen felértékelődnek a fiatalok szemében is.